Az élvonalbeli kosárlabdabajnokság 15. fordulójának rangadóját rendezték meg az Aréna Szaváriában. A tabella 5. helyen álló Falkó fogadta a listavezető Albafehérvárt. A találkozó első negyede gyenge játékot hozott, amiből a hazaiak jöttek ki jobban. A második etapban viszont a minőség is javult, sok szép találatot értek el a sárga feketék, akik a nagyszünetben már 42-33-re vezettek. Térfélcserét követően egy darabig tartották a lépést a vasiakkal a vendégek, ám a záró 10 percben minden a szombathelyek akarata szerint alakult, így a vége 89-61 arányú Falkó győzelem lett. A paksi fiaskó után mindenképpen szerettük volna megmutatni, hogy az egy kisiklás, és meg szerettük volna megmutatni azt, hogy mire is képes ez a csapat. A héten nagyon jól felkészültünk a Fehérvár játékából, és azt hiszem, hogy ez a mérkőzés elejétől látszódott is, mind védekezésben, mind támadásban. A mérkőzést annak ellenére nyerte meg nagy fölénnyel a Falkó, hogy két kulcsjátékosa, Govens és Medford a megszokottnál gyengébb napot fogott ki. A többiek viszont remekeltek, mindenki hozzátette a magáét a bravúros győzelemhez. Nagyon büszke vagyok a csapat, nagyon nehéz hét volt, és sikerül csinálni ez ilyen csapat munka, de nem volt ilyen egy ember, ki nyert a meccs, egész csapat jól játszott. A szombathelyi gárda továbbra is a tabella 5. helyen áll. A sárga-feketék a héten két bajnoki mérkőzést is játszanak. Csütörtökön a Vasas otthonában lépnek pályára, vasárnap pedig a szolnoki olajgárdáját fogadják az Aréna Szaváriában.